A szolnoki járási ügyészség vádirata szerint egy 25 éves jászberényi férfit a szolnoki járásbíróság még 2023. május 19-én jogerősen 12 hónapra eltiltotta a járművezetéstől engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt. A jogosítványal sosem rendelkező cselekményei elkövetésekor büntető eljárás hatálya alatt álló férfit jelen cselekményeit megelőzően egy év során 7 alkalommal vonták felelősségre közlekedési szabálysértés elkövetése miatt. A fiatalembert azonban az eltiltás sem tartotta vissza attól, hogy valá mögé üljön, így tavaly július végén Jászberényben, augusztus közepén pedig Szolnokon igazoltatták járművezetés közben. A férfi végül 2023. augusztus 23-án a reggeli órákban Jász-Jákóhalma külterületén a 31-es számú úton közlekedett, hölgyutasával együtt úgy, hogy vezetés közben új pszichoaktív anyag kristály hatása alatt állt, ami miatt alkalmatlan volt a biztonságos járművezetésre. A férfi mintegy 130-135 km/h sebességgel hajtott be egy balra ívelő útkanyarulatba, majd a kanyarodás során áttért a menetiránya szerinti baloldali forgalmi sávba. Ekkor a személygépkocsit hirtelen jobbra kormányozta, melynek következtében a jármű stabilitását vesztette, és a jobboldali útárakba sodródott, ahol az autó 115-120 km/h sebességgel fákkal, illetőleg egy jelzőtáblával ütközött. A biztonságjövet nem használó utast a mentősök még újraélesztették a helyszínen, azonban kórházba szállítását követően a balesetből kifolyólag elszenvedett sérülései miatt elhalálozott. Az ügyészség vádiratában a vádlottal szemben börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog döntést hozni.